De most valami kötekszik. Hagyjon engem békén, uram. Na, nem kötekszünk. De nem, tehát magában nem lehet soha normálisan beszélni. Tudjuk, hogy honnan fúj a szél. Babócsán, vagyunk egy délsomogyi településen, ahol a Fidesz polgármester jelöltjét, Balogné Vitelics Mónikát próbáltuk megszólaltatni. Egyebek közt arról, hogy vajon mi lesz a sorsa annak a iskola torzónak, amelyre sok-sok millió forintot nyert a település, ám de mai napig nem sikerült befejezni több kormánypárti ígéret ellenére. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Babocsai Romákért Egyesület, illetve Balog József, aki Balogné Vitelics Mónika férje, vajon miért egy luxus kategóriás, prémium kategóriás Audit vásárolt a falusi civil alapból, és miért nem mondjuk egy kis buszt, amivel szolgálhatta volna a települést. Halló. Szép jó napot, Balassa Tamás vagyok, és szeretném keresni Balogné Vitelics Mónikát. Jó napot, én lennék. Kezdi csokolom. A Népszava újságírói vagyunk, és a választás apropóján riportot készítünk. Ne haragudj, de most nem tudok egy riportot adni. Településen, és szeretnénk megkérdezni, hogy a Fidesz jelöltjeként hogy látja a mai választás esélyeit. Nem tudok semmit sem mondani, és nem is tudok már elnézést, ne haragudjon. Nem vagyok otthon, nem tudok most adni interjút. Köszönöm. Megtaláltuk, és bekopogtunk egy ajtón, és kinyitottuk, akkor azután rendőröket hívott, épp az imént igazoltattak ezügyben bennünket. Mutatjuk, hogy mi történt Balogné Vitelics Mónika és Balog József, hogy fogadták az érdeklődésünket. Bocsánat, polgármester azt jelölt, hogy menjenek már ki, legyen szíves, menjenek ki! Komolyan mondom. Miért nem tudunk beszélni a polgármester jelöltet? Én szerintem olyan, hogy lámpalázban van. Lámpalázas? Szerintem várja a választásnak az eredményét, és előre nem lehet tudni, mi fog történni. Ah, értem, csak hát ilyenkor mindig megragad minden politikus, vagy polgármester jelölt minden lehetőséget, hogy szóljon a programjáról, hát ha többen szavaznak rá. Nem, most én ebben nem tudok nyilatkozni. Aha. Nem tudsz vele beszélni, hogy esetleg álljon rendelkezésre? Nem tudsz segíteni, hogy mondjon pár mondatot nekünk? De szerintem felhívtátok telefonon is. Bocsáss meg, hogy tegezlek. Ja, nyugodtan, örülök. Nem tudom, egy telefonhívást kapott, annyit mondtad, hogy majd... Hogy nincs itthon, azt mondta egyébként telefonon. Nem fog adni interjút szerintem. Nem fog, aha. Én ennyit akarjon mondani. Aha. És te a kampánycsapat tagja vagy? Vagy te... Én nekem a Roma Nemzetiség önkormányzatom van. Ja, tényleg. Persze, nekem ott, tehát én ott indultam, a cikk színeibe. Aha. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeresen vagyunk itt Babócsán, hiszen nem is indultak ellenünk a ciközbe. Aha. Igazából ennyi. Azért a fi, hogy hívnak? Józsi vagy. Józsi vagy, Józsi, figyelj, azzal mi a helyzet, hogy azért vettetek egy olyan nagyobb autót, ami nem kis busz volt, hanem egy Audi? Figyelj, én szerintem az a törvénynek megfelelő módon meg lett vásárolva. Részéről ennyi ez. És mit tud segíteni a roma közösségnek ez az Audi vásárlás? Hétvége, tehát minden héten pénteken jár gyógyszertárokba. Tehát most hagyd ne menjünk ebbe bele, szerintem most ez miatt kerestetek, vagy esetleg a... Csak a választás érdekel bennünket egyébként. De engem meg nem érdekel ez a része, szerintem ezt már... Jó az Audi ügyöke? De legyeneket kérdezzem tőlem, uram. Hány ember fér az Audi-ba? Ez egy különleges Audi lenne? De most valami kötekszik. Hagyjon engem békén, uram. Na, nem kötekszünk. De nem, érdekel. Tehát magában nem lehet soha normálisan beszélni. Tudjuk, hogy honnan fúj a szél. A Babócsai általános iskolának a felújítása, annak a kivitelezési munkái elkezdődhettek végre. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott és segített, hogy ezt meg tudjuk együtt közösen valósítani. Köszönöm, hogy hittek bennem, és hittek bennünk. Hát ez elég probléma. Ez hatalmas probléma. És szerinted ki vitte? Tehát mi ennek az oka egyébként, hogy nem fejezték be az iskolát? Hát itt annak az oka, hogy nem volt elég erős a polgármester, és nem tudta irányítani a helyzetet. Ezt miből gondolod? Hát most, hogyha az iskola valószínűleg az ő tulajdonában állt. Ezt gondolod? Hát valószínűleg tartom. Uh-huh. Hogyha az övé a falu, akkor valószínűleg ez az épület is az övé volt. Uh-huh. Meg sem engedtem volna ilyen szinten szétrombolni. Szólni ahhoz az iskolához, amit torzóként árválkodik, és a kormány valahogy nem biztosította az ígéretekkel, ja, szemben. Itt. Igen, igen. Ja, itt van az iskola. Így van, igen. Hát ezt a kormánynak kellett volna biztosítani, hogy ez befejeződjön, ez a beruházás, nem? Hát voltak itt. Ez nem nyomolatban? Voltak itt sokan. Hát ez nagyon nagy probléma, mert nagyon kis helyen vannak, nem tudnak. Nincs normális, nagyon kis helyen vannak, nincs normális testnevelés, amelyik elhízott, túl elhízott. Szóval nem jó ez úgy. És mi az oka annak, hogy nincs iskolája a falunak?
Hát... Figyelj, bemenjük a kis buszba, kérdezik, azt nem tudom. Van ugye három független és egy fideszes ellenfele, ha jól tudom. Igen. Mennyire tartották ezt tiszteletben, vagy a fideszes jelölt mennyire próbálta a Fidesz vagy a kormány kommunikációját itt erőltetni? Én úgy gondolom, hogy ő is csak részben, és azt a nagy-nagy háború ellenes kampányt ő itt nem folytatta, mindig kinyilvánította, hogy ő a kormány pártjánál. Ez mindenkinek szíve joga, én úgy gondolom, és ez ellen nem is kell tenni, de azt a nagy-nagy-nagy háború, nem vádolt engem azzal, hogy mivel én nem vagyok kormánypárti, akkor én a háború pártján állok. Jó, ez megúszta a polgármest. Igen. Én nem kérdezem meg, hogy kire szavazol, de... Hát ez szerintem elég egyértelmű. Ez titó egyértelmű? Persze. És kire? Vagy mire? A Vitelis Mónira fogok szavazni. Aha. Meg azon belül a Fideszre. Aha, és mik az érveid? Miért? Hát a Fideszre csak azért, mert hát mindenkinek a béke kellene. Nem szeretnénk háborúzni, meg ilyenek. Aha. Meg a gyerekeink hadd nőjenek fő békébe. Hogy mondjam magának, meg parasse, vagy nem akarok ilyen póriassal mondani. Az Orbán Viktor egy fasz a gyerek, ha azt kell mondani, mert kimert állni, ott is kimert állni, ahol más nem. Hogy miért arra húztam, akire húztam? Igen, ez a hát, hogy jobb legyen, kicsit igazságosabb legyen. Amit adható, oda legyen adva, ne vegyék el ilyen ok, olyan ok, apró dolgok miatt. Én roma származású vagyok, hogy a romákkal való bánásmód alapján én ezáltal ítélek és szavazok. Felnőttek, én nem akarom, hogy elvigyék őket a háborúba, mert ugye nézem a tévét és szó van róla, hogy előfordulhatna ez is, hogy és én a Fideszre. Mi jut eszedbe arról, hogy a Fidesz mit szeretne most a választás? Én nem tudom. És mi alapján? Tehát egyébként életet tudod azt, akik indulnak, milyen pártok vannak, gondolom? Nem. Nem tudod? Nem. Azt tudod, hogy a Móni milyen pártnak a képviselője? Melyik pártnak? A romának. Roma pártnak a képviselője a Móni? Biztos, én nem tudom. Uh-huh. Így nagyjából. És ki mondta, hogy ő rá érdemes, hogy így szavazod esetleg?